Köszönöm szépen a szót, tisztelt hölgyeim és uraim, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy megszólalhatok és elsőként szólalhatok meg a dékánasszony köszöntője után ezen az emlékülésen, amely emlékülés egy alapvetően a jogtudományokban kiválóságot szerzett személyiségnek kíván emléket állítani, és tovább is köszönöm azt, hogy abban a privilégiumban lehet részem, hogy nem a jogtudományi részéhez szólhatok hozzá. Idősebb Martonyi János munkásságához, jogtudományokban lényegesen szerényebbek az ismereteim, annak ellenére, hogy jogi kart végeztem annak idején, és időnként még kapcsolatba kerülök vele. De van egy olyan szegmense idősebb Martonyi Jánosnak, amely egy kis ablakot nyit, egy a magyar múltnak, a magyar történelemnek egy olyan pillanatára, amely tulajdonképpen egy elszalasztott lehetőség volt, bár az elszalasztott lehetőség fogalom nem jó és nem jó hangulatú, hiszen az sugallja, hogy rajtunk múlott az, hogy elszalasztottuk ezt a lehetőséget, de valójában velünk szalasztatták el ezt a lehetőséget a hatalmi politikai körülállások és fennállások, amelyek lehetetlené tették, hogy élni tudjon a II. Világháború utáni Magyarország egy olyan politikai lehetőséggel, egy olyan politikai választási lehetőséggel, amely Nyugat-Európa számára a jólétet hozta el, és azt a Nyugat-Európát, amelyre ma jó szívvel emlékezünk, és egy olyan gazdasági és társadalmi felvirágzást hozott a II. Világháború után, amit mi évtizedeken keresztül itt a Lajtától keletre a szovjet barakkok árnyékában csak irigykedve néztünk. Ez pedig a nyugat-európai kereszténydemokrácia, a nyugat-európai kereszténydemokrácia indulása, amely akkor, amikor idősebb Martonyi János is bekapcsolódott ebbe a gondolkodásba, ebbe a közéleti aktivitásba, közép-európai kereszténydemokrácia is volt, sőt, így már azt is mondhatjuk, hogy európai kereszténydemokrácia, és amely nem azért vált csak nyugat-európai kereszténydemokráciává, mert a közép-európai nemzetek más pályát választottak maguknak, hanem azért, mert megtiltották nekik, hogy a kereszténydemokrácia gondolatmezejét belakják. 1946-ban az Akció Katolika magyarországi szervezete megjelentetett egy konferencia összegzést, egy könyvet, amelynek Kereszténység és demokrácia a címe, amely ma már nagyon ritkán található meg antikváriumokban, interneten PDF formátumban letölthető, és mindenkit bátorítanék is erre, akár jogi, akár politikatudományi tanulmányokat folytat, mert az ébredő és éppen virágozni kezdő magyar keresztény demokráciának egy egészen kivételes dokumentumáról van szó, amely valahol az elmélet és a gyakorlat határán, pontosan abban a mezőben, abban a gondolati síkon operál és jelenik meg, amely lehetővé tette az elméleti megalapozását egy sokkal nagyobb ívű vállalkozásnak, mint ami végül megvalósult belőle. Az akkori szellemi élet kiválóságai Nizsalovszky Endrétől Perneszky Bélán keresztül idősebb Martonyi Jánosig szólaltak meg bizonyos egyes szakkérdésekben, döntően két probléma köré csoportosítva, ami jól mutatja az akkori kereszténydemokrácia dilemmáját. Ez a két témakör a demokrácia és a szabadságjogok kérdése. Hiszen tulajdonképpen a kereszténydemokrácia születésénél vagyunk. Ma már 2023-ban, amikor visszatekintünk, akkor hajlamosak vagyunk politika történeti szempontból a kereszténydemokráciát visszavetíteni tulajdonképpen a francia forradalomig, vagy legalábbis a Rerum Novarumig, és azt mondjuk, hogy valójában már a II. Világháború előtt is létezett kereszténydemokrácia, de ha pontosabban nézzük meg, akkor pontosan azt látjuk, hogy éppen az a két csomópont, amelyről az 1946-os Kereszténység és demokrácia kötet is beszél, ez a két csomópont jelentette a legnagyobb dilemmát a politikai katolicizmus számára, hogyan viszonyuljon a politikai katolicizmus a demokráciához, és hogyan viszonyuljon a politikai katolicizmus a szabadságjogokhoz. A demokrácia és a szabadságjogok mind a kettő a 19. században és a 20. század első felében alapvetően a liberalizmus értelmezési keretében jelentek meg az akkori politikai nyilvánosság számára, és ne felejtsük el, hogy a II. Világháború előtti időszakban
nem voltak még olyan tragikus tapasztalatai az embereknek a totális diktatúrákkal kapcsolatban, amelyek akár a demokráciát, akár a szabadságjogokat kitüntetett normatív jelentőséggel ruházták volna fel, hanem tulajdonképpen egy uralomszervezési módról beszélhetünk, ahol demokrácia és diktatúra egyenrangú félként versenyeznek egymással. Az emlékezetükbe idézném, hogy amikor Franklin Delano Roosevelt elnök lett, amerikai elnök lett a 30-as években, akkor nem csak kitartóan tanulmányozta a 30-as évek második felében a kommunista Szovjetunió és a nemzeti szocialista Németország, valamint a fasiszta Olaszország kormányzati tapasztalatait, de bőven merített is abból, ilyen mértékben nem léteztek még ezek az erkölcsi gátak, amelyek ma már éppen az európai történelem tragédiáiból adódóan jelentős mértékben meghatározzák és behatárolják a gondolatmenetünket. Másrészt pedig a szabadságjogok is, legalábbis annak a liberális kontextusával kapcsolatban versenyképes volt az a természetjogi felfogás is, amely a kereszténység társadalmi tanításához köti alapvetően a szabadságjogokat, és ebből próbálja meg a politikai szabadságjogokat is levezetni. A második világháború után ez a kérdés már nem csak elméleti kérdéssé vált, ugyanis a második világháború következtében az európai jobboldal, ha nem is semmisült meg, de nagyon komoly morális válságba került. Azaz alternatív katolikus társadalmi vízió, amely részben a Quadragesimo Annóra alapult, és aztán sokan Salazar-féle Portugáliában, vagy Dollfuss-féle Ausztriában látták megtestesülni, és sokan még ezt tovább vezették a II. Világháború alatti Petain-féle Franciaországra, amely katolikus társadalmi és politika kép a liberális demokráciával szemben a korporatív berendezkedést részesítette előnyben, a hivatásrendi berendezkedést, ahogyan azt magyarul nevezhetjük, és ezen vitatkozhatunk, hogy érdemtelenül, vagy pedig jogosan, de vereséget szenvedett a nyilvánosság előtt. A katolikus hivatásrendiség és a fasiszta, korporatista államberendezkedés közötti különbséget, bár itt a kötetben is hangsúlyozzák a felszólalók, de a közvélemény számára gyakorlatilag érzékelhetetlenné vált, és minden, ami a hagyományos jobboldali gondolkodáshoz kötődött, szalonképtelenné vált az európai nyilvánosság előtt, egybemosódott nem csak Mussolini fasiszta Olaszországával, de Hitler nemzeti szocialista Németországával is, dacára annak, hogy ha volt a Szovjetunió, a kommunista Szovjetunió mellett vallás üldöző antikatolikus politikai berendezkedés, akkor az pontosan Hitler náci Németországa volt, mint ahogyan az 12. Pius pápa 1944-es karácsonyi beszédében már egyértelműen meg is nevezi. De mindezek ellenére a II. Világháború utáni politikai csomópont a jobboldal számára abban állt, hogy hogyan alakítja az új világrendben, a kialakuló új világrendben a kereszténység, a katolicizmus és a protestáns egyházak társadalmi tanítását a megváltozott társadalmi környezethez, ahol bizonyos témák már éppen a tragikus tapasztalatokból adódóan nem vedhetők fel. És a helyzet adta azt, hogy két olyan téma kerüljön elő, és a viták, a politikai viták középpontjává váljon, amely korábban marginális jelentőségű volt. És ez a demokrácia megkerülhetetlensége, és a demokrácia összeegyeztethetősége a katolikus és protestáns társadalmi tanítással, illetve a szabadságjogok kérdése. Nem véletlen, hogy pontosan ez a személyi kör, amelyhez idősebb Martonyi János is tartozott, az, amely 1945 után a magyarországi kereszténydemokráciát el tudja indítani. A politikai világban Barankovics Istvánhoz köthető ez a kör. Barankovics Istvánhoz, aki a II. Világháború előtti Magyarországon jelentős, de mégis marginális szereplője volt az akkori politikai katolicizmusnak. Olyan az úgynevezett haladókhoz kötődő gondolkodó és politikus, aki az Ország útja című folyóirat révén jelen volt a szellemi életben,
jelen volt a keresztény politikai világban, de nem a fő áramot képviselte, hanem inkább egyfajta megtűrt személyiség volt. 1945-ben előbb a keresztény demokrata néppárt, majd később a demokrata néppárt révén hirtelen ő vált központi figurává, és az ő szellemi környezete lesz az, amely megkísérli a magyar keresztény demokrácia megteremtését. A kötet egy kiváló bizonyítéka annak, hogy a kísérlet sikeres volt. Azok a szereplők, akik megint csak szellemi előzményeket keresve, 12. Pius pápa 1944 karácsonyi beszédére nyúlnak vissza, illetve Barankovics István megnyilvánulásaiból vezetik le a magyar kereszténydemokrácia alaptételeit, nem csak, hogy az akkori Európa politikai gondolkodásának élvonalába tartoznak, de ha összevetjük ezt a kötetet és ennek a kötetnek a tartalmát az akkori francia, olasz, nyugatnémet, kereszténydemokrata írásokkal és gondolatokkal, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy utat is mutatnak a nyugat-európai kereszténydemokráciának. Hiszen a magyar kereszténydemokrácia feladata és az ekkor megnyíló lehetőség, ne felejtsük el, hogy 1946-ban vagyunk, tehát él még az a remény, hogyha sikerül aláírni a II. Világháborút lezáró békét, akkor a szovjet csapatok kivonulnak Magyarországról, és Magyarország megkezdheti a polgári fejlődését, nem csak az európai beágyazottságát tekintve korszakalkotó, hanem abból adódóan is, amilyen mértékben hitet tesznek a demokrácia és szabadságjogok mellett. Így teszi ezt Martonyi János is, aki a Szabadságjogok című fejezetben egyrészt nagyon finoman és pontosan elhatárolja egymástól a szabadságjogok liberális felfogását, és a természetjogi, a keresztény kultúrkörhöz kötődő felfogását, és nagyon pontosan kimutatja azt is, hogy hogyan merített a liberális gondolatkör a keresztény hagyományból, és ami talán ennél még fontosabb, megelőzve a későbbi 16. Benedek pápa még bíborosként megjelent írásait, amelynek ugye a lényege az, hogy a liberális demokrácia valójában életképtelen a keresztény kulturális háttér nélkül, hiszen mindaz, ami a liberális demokrácia alapelveit jelenti, az tulajdonképpen éppen a keresztény hagyományban, a keresztény vallásban és a keresztény kultúrkörben jelenik meg elsőként. Ez a szemlélet és ez a gondolati kör már idősebb Martonyi János munkájában is megjelenik. Ezt követően pedig, ugye 1946-ban vagyunk, tehát a 46 évi első törvény, a köztársasági törvény után vagyunk már, és ez a kör oroszlán részt vállalt a köztársaság megalapításában, a parlamentáris államforma megerősítésében Magyarországon. A tanulmány már a szabadságjogok intézményi vetületére is kitér, azaz megjelöli azokat az alapvető intézményi garanciákat, amelyek szerinte a szabadságjogok érvényesülésének és a demokrácia jogállamisági feltételeinek a megvalósulásának az alapfeltételei. Ő, amit külön kiemel, az az úgynevezett négy sarkalatos parlamenti jog, amelyet a 46 évi első törvény is tartalmaz, amely a következő négy: a kormány tagjainak kiválasztására való befolyása a nemzetgyűlésnek, a miniszterek teljes parlamenti felelősségének fenntartása, a harmadik a parlament költségvetési és zárszámadási joga, és a negyedik pedig az, hogy a törvényhozó szerv kivételesen nem csak a minisztereken, hanem közvetlenül is betekinthessen és beleszólhasson a közigazgatás menetébe, az az interpelláció, a vizsgálóbizottságok és az egyéb közvetlen beavatkozások lehetősége. Önmagában a tanulmány mind elméletiségét, mind pedig a gyakorlati perspektíváját tekintve is alapvető hozzájárulás nem csak a magyar alkotmányos fejlődéshez, de a magyar kereszténydemokrácia szemléletének formálódásához is. Ott volt tehát a magyar kereszténydemokrácia Európa élvonalában, a szovjet csapatok és az ezt követő kommunista hatalomátvétel akadályozta meg azt, hogy Magyarországon a kereszténydemokrácia kibontakozhasson, és ugyanolyan sikeres lehessen, mint a nyugat-európai országokban. A szovjet csapatok és a magyar kommunisták akadályozták meg azt, hogy Barankovics Istvánt ma
ne csak mi, hanem egész Európa Robert Schumannral, Konrad Adenauerrel és Alcide de Gasperivel együtt említhesse az európai integráció elindítói között, és ugyancsak a kommunisták és a szovjet hadsereg akadályozták meg azt is, hogy idősebb Martonyi János professzori pályájának közéleti dimenziója ne csak egy múló epizódból álljon, hanem egy tartós és gyümölcsöző elméleti munkát jelentsen. Köszönöm szépen a figyelmüket!